Kedves nézőink, a mai aktuális vendége Németh László vegyészmérnök, akit a dabasiak csak Fricinek szólítanak. Szervusz, szeretettel köszöntelek a műsorban. Akkor ja, most László vagy Frici? Mindkettő. A szakma így is úgy is szólít. Úgyhogy... Nagyon sokrétű ember vagy, egy igazi polihisztor, ha mondhatjuk ezt, hiszen a halászléfőző fesztiváltól a rögbi játékon keresztül, a gitározáson keresztül nagyon sok mindennel foglalkozol. Menjünk egy kicsit vissza az elejére. Itt az elején viccesen mondtam, hogy kezdjük onnan, hogy elvégeztem az általános iskolát, majd felvettek a zöld általános iskolát. Tárcsics Mihály gimnáziumban. Hogyan kezdődött a karriered? Teljesen véletlenül. Úgy kezdődött, én a Táncsics Mihály gimnázium utána, illetve ugye a Kossuth Lajos általános iskola, Táncsics Mihály gimnázium, akkor mindent vegyünk a sorra. Utána én a Veszprémi Egyetemen kezdtem az egyetemi tanulmányaimat. Nagyon egyszerű volt az oka. Édesapám kémia tanár volt a Sári iskolában, és sose gondoltam volna, hogy én vegyész vagy vegyészmérnök leszek valaha is. Viszont a műszaki egyetemre akartam volna jelentkezni, csak oda nem vettek volna fel a kollégiumba, és akkor ezért inkább Veszprémbe jelentkeztem, mert oda felvettek a kollégiumba. Uh-huh. Úgyhogy körülbelül ilyen banális véletlenek sorozatán múlott, hogy én vegyészmérnök lettem, aztán végül 94-ben. És utána rögtön elkezdtem egy szakmérnöki képzést, én kromatográfiás szakmérnök lettem. Az mit akar? A kromatográfia az egy elválasztástechnikai tudományág, és a mai napig ezzel dolgozunk, tehát amit mi feltaláltunk Lóránti Lacival, az is egy kromatográf egyébként. Egyébként hol van Lóránti Laci? Hiszen kettőtök neve fémjelzi ezt a találmányt. Igen, dolgozik, gőzerével dolgozik, igen. És neked engedélyezte, hogy te pedig beszélhetsz róla. Hát igen, most nagy átalakulásokban vagyunk. Úgyhogy nem ő engedélyezte nekem, hogy én most itt beszélek, hanem az új vezérigazgatónk, de nem akarok ennyire előre szaladni. A lényeg az, hogy 2006-ban, akkor megyek vissza az elejére, hogy elvégeztem az egyetemet, kromatográfiás szakmérnök lettem, tehát egyfajta elválasztás technikában lettem járatos. Egy japán cégnél kezdtem el dolgozni, és 2003-ban megalakítottam a első saját cégemet. 2006-ban... Kicsi volt a japán cég? Vagy szűkek voltak a keretek? Nem, vagy ez a Shimadzu nevű japán cég volt, nem tudom, hogy ez reklámnak számít-e. A világ 5 legnagyobb gyógyszeripari műszergyártói között vannak ők egyébként, és igazából a Genzo Shimadzu bácsi az akkori világ nem lett volna ennyire Európa központú, akkor mi most nem röntgenezni mennénk, hanem simadzúzni, mert a Genzo Shimadzu az előbb fedezte fel a röntgen sugárzást, mint röntgen, uh-huh. csak ugye az akkori világnak a rendje egy kicsit más volt, ezért Japánból mire ideért a dolog, addigra már a röntgen is uh-huh. ugye hasonlóan. Egyébként ők leveleztek egymással ebben a témában. Tehát egy nagyon nagy japán gyógyszer, uh-huh. ilyen gyógyszer, műszergyártó cég, és én ott kezdtem el dolgozni. A Richterben voltam egy kicsit, egy évet, és akkor utána átmentem a Shimadzuhoz, és onnan csináltam meg a saját cégemet. Akkor milyen céllal, vagy milyen ötlettől vezérelve? A Shimadzunak nem nagyon voltak preparatív kromatográfiás eszközei. Hát a kromatográf az egy ilyen aránylag kicsi valami, ilyen milligrammos, grammos tételeket tud elválasztani egymástól. Én meg az ipar felé kezdtem el kacsingatni, uh-huh. és ezért építettünk a Richterben egy jó nagy kromatográfot, ami tényleg ilyen 100 kilós tételeket tudott már tisztítani, és akkor én mérnök vagyok, tehát én uh-huh. szeretem a magam kezébe venni a dolgokat, úgyhogy ennek a csoportnak voltam a tagja, akik ezt megcsinálták, és hát ezért csináltunk a saját céget, és igazából preparatív kromatográfiával kezdtünk el foglalkozni. 2006-ban láttam egy cikket, a François Couillard-nak a cikke volt ez, ahol leírta, hogy ő a Yoshiro Ito nevű japán professzornak a nyomdokain megcsinált egy olyan kromatográfot, amiről én világéletemben álmodoztam. És én annyira belelkesültem, hogy ez 2006. novembere környékén volt, uh-huh. hogy én 2007. január 13-án úton voltam Bretagne-ba, TGV-vel Párizsból, mentem a professzorhoz,
bejelentkezni. Ott töltöttem egy jó 10 napot, és én úgy jöttem haza onnan, hogy a hónom alatt volt egy ilyen kromatográf. Mindenki hülyének nézett. Az egész piac hülyének nézett, hogy mit akarok én ezzel a játékszerrel, és kiraktuk a laboromba ezt a játékszert, ezt CPC-nek hívják, egyébként centrifugális megoszlási kromatográf, és ezt kiraktuk, és bekapcsoltuk, és vártuk a csodát, és elmaradt ez a csoda. Rájöttünk, hogy ez egy játékszer. És akkor fölírtam a kis bakancs listámra, hogy na ebből kéne csinálni egy nagyot. És akkor én fölhívtam 2008-2009 körül a Kujár professzort, hogy François, mondom, kéne ebből egy nagy. És akkor erre azt mondta a François, hogy it's impossible. És vagyis lehetetlen. Hát igen, vagyis, hogy lehetetlen. Az egyik barátom úgy apostrofálta ezt a dolgot, hogy hát igen, csak mivel nem hittük el, hogy ez lehetetlen, ezért megcsináltuk. Úgyhogy 2014... És akkor már Lorent Filacival együtt? Igen, a Laci az 7 éve csatlakozott a csapathoz, akkor még egyetemistaként, és nekem az ő édesapja az osztályfőnökön volt a gimnáziumban, és megkért, hogy nyári gyakorlatra vegyem föl a Lacit. Fölvettem, elkezdtünk együtt gondolkozni, rájöttünk, hogy tudunk együtt dolgozni, és akkor ő csatlakozott a csapathoz, mikor lediplomázott, és azóta is a csapat része, olyannyira, hogy most jelen pillanatban 4 szabadalmunk van, mind a 4-ben mi ketten vagyunk a szabadalmisták, tehát mi ketten jegyzük Mi vagyunk a szabadalmisták, igen, és hát most már bekerültek ezek a szabadalmak a Rotacrom Technológiai Kft-be, ugyanis 2014 májusában hoztuk létre a Rotacrom Technológiai Kft-t, ahol most is vagyunk. És akkor úgy döntöttetek, hogy Dabasra költöztök, addig gondolom Budapesten volt a... Nem, mindig is Dabason volt a cég. Az előző cégeim is mind Dabason voltak, és ez is Dabasra került. Megkérdeztető, akkor mi szereztünk egy ilyen magánbefektetőt, aki ezt az egészet finanszírozta, és kérdezte, hogy nem akarunk elköltözni, és mondtuk, hogy nem akarunk, mi Dabason szeretnénk ezt megcsinálni, és ennek több oka van egyébként. Egyrészt, mert kényelmes, mert én ugye itt élek, Laci is itt él, szeretjük Dabast, nagyon jó a dabasi munkaerőállomány. Tehát a Rotacrom Technológiai Kft-nek a dolgozóinak a fele dabasi. Hányan dolgoznak itt a cégben? Most 20-an. Én meg is lepődtem egyébként, mert nem gondoltam, hogy ilyen sokan vannak itt az épületben. Ki is nőttük már. Úgyhogy most az irodai rész az elköltözik innen, itt csak a laborok maradnak, meg a fejlesztés. És az iroda az egy kilométerrel arrébb költözik egy ilyen irodaházba, és szeretnénk majd fölépíteni a magunk is kampuszát, ahol majd megint össze tudunk költözni. Hát egyébként most már eljutottunk oda, hogy hogyan is kerültünk most ide hozzád, hiszen az interneten keringenek a legújabb hírek, amely szerint 1,5 milliárdot fektet be egy magánbank vagy magánbefektető ebbe az egész ötletbe, ebbe az egész cégbe. Nem magánbefektető, hanem a Exim Banknak van egy alapja, az export ösztönző tőke alap. Ennek a kezelője a GB és Partners, vagy partnerei Kft. És amikor mi leültünk az első befektetőnkkel, aki egy magánszemély volt, leültünk és mondtuk, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy már nem startup vagyunk, mert nem csak ötletünk van, meg nem csak jó fejek vagyunk, hanem van már készülék, eladtunk készüléket, közben eladtunk egy készüléket Kínába, Indiába, az Egyesült Államokba, Európában működnek készülékek. Tehát most kezdünk egy kicsit növekedni, és most van az a pillanat, hogy nekünk most egy nagyobb tőkeinjekcióra van szükségünk, és erre azt mondta, hogy ő ebben nem tud részt venni, mert ő ezt a szintet már nem tudja nekünk finanszírozni, és akkor elkezdtünk befektetések után nézni. 12-13 befektetési tőkealapot monitoroztunk meg, és igazából a GBN Partners volt az akivel úgy minden így klapolt, ahogy gyakorlatilag így összeértek a szálak. Tehát ezt gondolom, azt kell, hogy meglássák bennetek a fantáziát, nem?
Hát igen, igen, nyilván. Vagy a termékben. Én ugye, én az egyik szülőatya vagyok ennek, tehát én nyilván én nekem most az zsigerből az lett volna válaszom, hogy hát de milyen látták volna meg. De tényleg, tehát itt nagyon sok mindennek meg kellett lenni, kellett ahhoz lenni, hogy ez a tőkeinjekció bejöjjön. Például kész terméknek kellett lenni, kellett lenni egy üzleti tervnek, ráadásul 5 éves üzleti tervnek, stb. Tehát mindennek alapolnia kellett. Ezt másfél éve kezdtem el, mert akkor érzékeltem először azt, hogy ez sokkal nagyobb lesz, mint egy kis Kft-cske. És másfél évvel ezelőtt több áttéten keresztül összejöttem Polányi Sándorral, aki a Vivendinek volt a vezérigazgatója, meg nagyobb cégeket menedzselt, vezetett, többek között a Herendi Porcelán Manufaktúrát is, illetve válságmenedzsere volt a Szentendrei Önkormányzatnak, tehát ő húzta ki gyakorlatilag a Szentendrét a káoszból, vagy a bedőlésből, és másfél éve elkezdtem vele beszélgetni, és tavaly május óta dolgozik nálunk, mint tanácsadó, és idén február óta munkavállalóként, és 10 napja ő az igazgató bácsi itt. Uh-huh. Tehát én vissza, amikor én leköszöntem, volt egy gyűlés, ahol mindenki részt vett, és én akkor azt mondtam, hogy én nem hátralépek, hanem előre. És szeretném, hogy mindenki lépne velem. Nézőpont kérdése. Szeretném, hogy mindenki lépne velem egyet előre. Ez nem véletlenül mondtam. Uh-huh. Most megvan a lehetőségünk arra, hogy azokat a terveket, amik most egyelőre még nálunk is fiókban vannak, azokat előszedjük, és van pénzünk arra, hogy ezeket a fejlesztéseket megcsináljuk. A Sanyi alkalmas arra, hogy ezt a céget világméretű céggé növessze. Ezt már látjuk. Tehát most 2 hete őrült módon dolgozik mindenki nálunk, és tényleg látjuk azt, hogy ebből tényleg egy nagy cég lesz. Most már pénzünk is van rá. Tehát ezt a 1,5 milliárdot egyébként nem arra kaptuk, hogy éljünk belőle, hanem ezt arra kaptuk, hogy meggyorsítsuk azt a folyamatot, amit mi egyébként elkezdtünk. Uh-huh. És egy olyan plusz adalékot adjunk ehhez, hogy tényleg évekkel meg tudjuk gyorsítani a mi fejlődésünket. Tehát mi 2020-21 környékére szeretnénk odáig eljutni, hogy már elő tudjunk készülni a tőzsdére a lépés felé. Beszéljünk egy kicsit a magáról a termékről, az ötletről, amit létrehoztatok. Ez egy gépezet, ami már elvileg létezett kicsiben, és most kitaláltatok, hogy lehet nagyot készíteni belőle. Jól fogalmaztam? Tökéletesen. Ehhez egy csomó minden kellett. Tehát amikor a François Couillard azt mondta, hogy ez lehetetlen, az azért volt, mert ahogy ők csinálták, úgy ezt valóban nem lehetett tovább méret növelni. Uh-huh. Ezért gyakorlatilag teljesen meg kellett változtatnunk a gondolkodásmódunkat. Erre nagyon jó volt a Laci, mert ő gyakorlatilag még csak nem is szakirányú végzettsége volt, hanem egy teljesen más végzettsége volt. Ő műanyagipari szakon volt, tehát én ugyan műanyagos vegyész volt, és hát ez egy gyógyszervegyészet, tehát könnyűipar, de azért mégis más. És neki nagyon, ő minket így elpaskolt a másik irányba, és ez marha jó. Uh-huh. Mit csinál a gépetek konkrétan? Mi megy be, és mi jön ki? Ez úgy van, hogy hogyan tudom ezt? Hát lehet, hogy nagyon egyszerűen kérdezek, de hát ha akkor jobban meg tudjuk érteni. Igen, tehát ez úgy kell elképzelni, hogy én ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy mint hogyha lenne egy pláza, egy folyosós pláza. Uh-huh. Bejárattal, kijárattal. Megjön a busz, egyszer leszállnak fiúk, lányok, gyerekek vegyesen, és bemennek a plázába. De ott nem egy normál folyosó van, hanem egy mozgójárda. Ez a mi mozgó fázisunk, tehát uh-huh. ez a folyadék, amit mi uh-huh. keresztül nyomunk a rendszeren, ennek van egy sebessége. Mindenki megáll ezen a mozgójárdán, és nézgelél balra, jobbra, hogy melyik butik tetszik neki. És akkor
Amelyik megtetszik, oda bemegy. Ott megáll, a többiek tovább mennek. Uh-huh. Akkor kicsit ott molyol bent a butikban, kijön, akkor már kicsit le van maradva a többiek. Tehát mennek tovább, akkor valaki más is bemegy egy másik butikba, az is lemarad, stb. Hogyha azt akarjuk elérni, hogy először a férfiak jöjjenek ki, és utána a nők, akkor bizsúboltokat rakunk be, meg ilyenek. És akkor a nők a irreverzisen megkötődnek az első butikban, a férfiak meg mozgójárda sebességgel kimennek a másik oldalon. Uh-huh. És akkor már is el vannak választva a férfiak a nőktől. Most ez ugyanígy működik, csak a kémia segít nekünk uh-huh. ebben, hogy olyan pici affinitások vannak, hogy az egyik molekula kicsit jobban szeret ott lenni, a másik molekula kevésbé, és akkor már is megy az elválasztása uh-huh. a két molekulának egymást. Tehát körülbelül így néz ki az egész. Miért van erre szüksége a gyógyszeriparban? A gyógyszeripar ez egy nagyon, nagyon komoly üzletág. Uh-huh. Nagyon sok pénz van benne, viszont emberek életével játszik. Ezért ahhoz, hogy a gyógyszerből, a ötletből, hogy ez a molekula, ez jó lesz mondjuk gyomorrontás ellen, odáig, hogy ebből gyógyszer lesz, nagyon sok év telik el általában. Ez a nagyon sok év, ez úgy néz ki, hogy vannak ilyen fázisok, amiket túl kell lépnie a gyógyszernek. Ha ezt túllépi, akkor mehet a következőre, stb. És a legvége az a törzskönyvezés. Amikor az egészet betörzskönyvezik egy úgynevezett európai gyógyszerkönyvbe. Ez egy olyan több kötetes, ilyen jó kis olvasmány. Uh-huh. Az összes gyógyszer benne, amit Európában forgalomba lehet hozni, az benne van az európai gyógyszerkönyvben. Ott le van írva pontosan, hogy milyen módon lehet gyártani, hogyan kell analizálni magát, hogyan kell kiszerelni, minden benne van. Uh-huh. És ebben benne van a tisztasági kritérium is. Milyen tisztának kell lenni. Általában úgy szokták mondani, hogy 98% pluszosnak kell lennie, de nem lehet egyetlen egy kosz vagy szennyezés sem 0,1 vagy 0,3%-nál több benne, attól függően, hogy mennyire toxikus, hogyan skálázták be ezeket a szennyezőket. Ennek meg kell felelni. Most akkor, ha tényleg megint nagyon egyszerűre lefordítom, akkor eddig koszos gyógyszereket ettünk, és most a találmány után majd tisztábbak lesznek? Is. Nem ettünk koszosabb gyógyszereket, mert a gyógyszerkönyvnek meg kell felelni. Uh-huh. Csak drágábbak voltak a gyógyszerek, mivel hogy drágán lehetett megtisztítani olyanra, uh-huh. amit aztán meg is lehet enni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy eddig Ferrari áru trabantokkal mászkáltunk itt ezen a pályán, most trabant áru Ferrarikkal fogunk uh-huh. mászkálni. Tehát annyival sikerült lecsökkentenünk ennek a nagyon szelektív módszernek és nagyon hatékony módszernek az árát, hogy előkerülnek a fiókból olyan gyógyszerek, amik eddig azért voltak fiókba, mert nem tudták gazdaságosan megtisztítani. Uh-huh. Gyógyszerkönyv minőséget kell produkálni, ugye? Igen. Most itt tartunk, ez a forradalmasítás lényege. És akkor lehet, hogy olcsóbbak lesznek a Magyarországon kapható gyógyszerek? Valószínűleg lesz ilyen hatása is egyébként, de nyilván ez nagyon bonyolult. Tehát azt kijelentenem, hogy olcsóbb lesz a kavintom, mert hogy most már nem így tisztítják, hanem úgy, ezt így nem tudom. De az biztos, hogy tágabb lesz a spektrum, mert tudnak bejönni újabb gyógyszerek. Lehet, hogy hatékonyabbak, csak mondjuk azon a szinten nem lehet, senki nem akar... Mondjuk, hogyha van egy 1000 forintos gyógyszer, akkor 3000 forintért senki nem akar gyógyszert venni. Uh-huh. Mert akkor van az a szint. És hogyha lehet, hogy egy picivel jobb, lehet, hogy fejfájásra egy picit jobb az a másik, csak 3000 forint, és azért nem fogom megvenni. Uh-huh. Tehát ez körülbelül így kell elképzelni. Most lehet, hogy azok a gyógyszerek be fognak jönni, ezeket ki fogják szorítani. Tehát egy jó minőségi gyógyszert ugyanannyiért, de sokkal jobb minőségi gyógyszert esetleg meg tudunk venni. Most azon kezdtem gondolkodni, hogy ezek szerint a gyógyszergyártás azért Európában még elég a toppon van, nem helyeződött át teljesen Kínába az egész gyógyszergyártásunk. Nem, egyáltalán nem helyeződött át. Tehát azért az átlagember fejében ez így van, hogy most már mindent Kínában gyártanak, a C-vitamintól kezdve minden gyógyszerig. Nem. A nagy gyógyszergyárak azok Európában és az Egyesült Államokban találhatóak, illetve Izraelben, ugye a Teva az izraeli. Indiában ezeknek mindegyiknek van gyártási kapacitása, de kutatási kapacitása senkinek nincsen. Uh-huh. Tehát a kutatási kapacitás az mind Európa Egyesült Államok, és a gyártási kapacitás, nagyon kevés a kínai és indiai
originális, tehát gyakorlatilag nincsen Kínában és Indiában originális gyógyszergyártás, csak generikus, tehát csak a lejárt gyógyszer szabadalmakat dömpingszerűen nagy tételben gyártani tudó gyárak ezek, a fejlesztések azok itt vannak. Hova szeretnétek fejlődni? Mondjuk itt már egy pár mondat erejéig említetted, hogy világméretű cégé nőheti ki magát. Igazából már azok vagyunk, a méretben még nem, de már nemzetközi cég vagyunk, mert a Rotachrome China az már működik. A terveinkben szerepel a Rotachrome USA és a Rotachrome Indiának a mielőbbi beindítása. Nemzetközi már a csapat, tehát van amerikai, spanyol, német kollégánk, tehát most már tényleg tágul a csapat, és az üzleti tervünkben, nem árulok el titkot szerintem, az üzleti tervünkben 150 és 200 ember között fogunk alkalmazni, az elkövetkező két évben fogunk ekkorát nőni. Ennek nagy része Dabason lesz, vagy Dabason fog dolgozni. Na hát akkor, akinek kedvenc tantárgya a kémia, akkor még hajrá. Nincs elkésve is. De szükségünk van, nem csak kémia tudórokra van szükségünk, szükségünk van gépészekre, szükségünk van informatikusokra, nagyon sok minden ágazat jön alánk be nyilván, hiszen ez egy készülékgyártás gyakorlatilag. A Forbes magazin is írt rólatok, illetve a cégről és a mostani helyzetetekről, a mostani fejlesztésről, ez minek köszönhető? Hát a Forbes.hu-n jelent meg egy cikk, és ennek a folyamánya az lesz, hogy én pont holnap fogok találkozni a Forbes magazin újságírójával, valószínűleg lesz a Forbes magazinban egy hosszabb cikk rólunk. Ez egy világszenzáció, amit mi megvalósítottunk, és ezt úgy tudjuk lemérni, hogy most voltunk Philadelphiában egy konferencián, és a Magyar Elválasztás Tudományi Társaságnak az elnöke, úgyhogy Fellinger Attila professzora, Pécs Egyetem professzora, és odajött hozzám, és azt mondta, hogy mindenki rólatok beszél. A háttérben nyilván, tehát jöttek hozzánk is, meg kérdezősködtek, hogy ez pontosan mi, meg hogyan, meg hogy sikerült ekkorát építeni, de mondja, hogy a háttérben mindenki rólatok beszél. És ez nem véletlen. Tehát ez azért van mert én teljes messzélességgel hiszem azt, hogy ezt a gyógyszerjárság ezen folyamatát, ezt mi tényleg forradalmasítjuk. Hát sok sikert kívánunk. Azt gondolom, hogy a Dabas Televízió nézői nevében is mondhatom, hogy ez egy igazán nagyszabású produkció, amit itt létrehoztatok, és azt kívánom, hogy tovább egyenesen ezen az úton sikerüljön menetelni. Köszönöm szépen!